Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következőkben. Elindul az évad a Német Színházban. Német-latin szótár az augusztus hónap műtárgya. A kávéházak dalai csendültek fel a Dunaparton. Felkészült a Babics a következő színházi évadra. Több új bemutatóval is készül a Magyarországi Német Színház a 2022-2023-as évadra. A szerelemről, a háborúról és a király új ruhájáról készítenek előadásokat idén, és reménykednek benne, hogy ebben az évben nem éri majd korlátozás őket. A tartalmas nyár után, augusztus utolsó hetében kezdik meg az új szezont. Még üresek a székek, és a világot jelentő deszkákon sem áll senki. Még a jól megérdemelt pihenésüket töltik a Magyarországi Német Színház társulatának tagjai, azonban már nem sokáig, augusztus utolsó hetében megkezdik az új évadot. Nagyon jó, töltődős pár hét van mögöttünk, és most már készülünk az új évadra, már folynak az előkészületi munkák, és jövő héten már előadásunk is lesz. Mégpedig hétfőn a Nehéz csomag, 19 órától, csütörtökön és pénteken, 25-én és 26-án pedig a Nem fizetünk című vígjátékot fogjuk játszani, szintén 19 órától. Az évadot úgy fejeztük be, hogy már dolgoztunk egy új darabon, aminek egy nyilvános próbája zárta az évadot, és ezt a darabot fogjuk majd szeptember 8-án bemutatni. Ez a Szerelem soha el nem múlik című projektünk. Ödön von Horváth, Ady Endre, Babics Mihály és Dienes Valéria találkoznak a menny kapujában. Ez egy irodalmi est tulajdonképpen, van benne élőzene, cimbalomzene, ami igazán mennyei, és egy picit az ő világukat, ők kortársak voltak, az ő világukat szeretnénk úgy bemutatni, hogy németül és magyarul megy az előadás, és azt is megmutatni, hogy attól függetlenül, hogy valaki milyen nyelven ír, németül, magyarul, vagy akármilyen nyelven, a gondolatok hasonlóak, és hogy össze lehet passzolni úgy a különböző nyelvű irodalmi műveket, hogy a néző akkor is értse, hogyha az egyik vagy a másik nyelvet nem beszéli. Jetzt ist es an dir, mein Freund. Ja, und an dir, mein Freund. Sikolt a zene, tornyosul, omlik, parfümös, boldog, forró ifjú pára. S a rózsakoszorús ifjak, leányok rettenve néznek egy fekete pára. Kik ezek? S mi húscsöndben belépünk, halálarcunk sötét fátyollal óvjuk, s hervott régi rózsakoszorúinkat a vígteremben némán szerte szóljuk. A szeretet soha el nem múlik. A cím ugyan egy bibliai idézetből fakad, de Ödön von Horváth a fiatalon elhunyt drámaíró műveiben többször is előjött ez a gondolat. Hát a szerelem az egy olyan dolog, ami mindenkit foglalkoztat, mindenkinek másfajta élményei vannak, de sokféle, és ez biztos, hogy mindannyiunkat összeköt. In jedem Fall wird es uns die Zeit hier verkürzen. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces, messzefény, lidérces, messzefény, szeretném, hogyha szeretnélek, lennék valaki, lennék valaki. Az előadás premiére szeptember 8-án lesz, de ezen kívül több új darabbal is készülnek az idei évadra. Egy mesén fogunk dolgozni, annak novemberben lesz a premiérje, a Király új ruhája címmel. Utána szeretnék egy osztálytermi darabot bemutatni majd decemberben, lehetőleg háború témában. Érzékenyíteni szeretnénk ezzel a fiatalokat, és akkor a következő évben, télen és tavasszal pedig még egy klasszikus és egy vígjáték van tervben. A nyár sem múlt el tétlenül számukra, számos szabadtéri előadás mellett gyermektáborokban is részt vettek.
Nagyon jók voltak a táborok, tehát nem itt táboroztattunk, volt egy-két foglalkozás, amit itt tartottunk. Különböző máshol táborozó gyerekek számára, ezek nagyon-nagyon jó hangulatban teltek, tehát nagy élmény volt számunkra is, és szerintem a fiatalok számára is. És volt olyan három olyan tábor, ahol közreműködtünk, például a Goethe Intézetben is, és ott is nagyon sikerült, és szeretnénk folytatni továbbra is ezt az együttműködést például a Goethe Intézettel. Lotz Katalin elmondta, nagy lendülettel kezdik meg augusztus 22-én az új évadot, de nem tudják még, mire számítsanak az ősz és a tél beköszöntével. Alapvetően ez az energiaáras, áramelkedéses környezet is, és ró ránk terheket, ránk is. Nem fog minket azt sem meglepni, ha megint lesznek korlátozások, vagy esetleg online üzemmódban kell pár hétig dolgozni, vagy esetleg nem tudunk bemenni az oktatási intézményekbe, mert nagyon sokat járunk, tehát nagyon sok előadást viszünk iskolákba, óvodákba. Akkor nagyon szomorúak leszünk, de hát ezzel most már utóbbi két évben megtanultunk együtt élni, tehát most már megvannak a BC verziók, hogy akkor hogyan tudjuk a közönséget szolgálni, hogyha kicsit szűkebbek a keretek. A 2022-es évad társulatban is változást hozott. Boglári Tamás és Dustin Leitól a nyár elején kilépett a csapatból, és már csak vendégszínészként játszanak majd az előadásokban. A színház tehát augusztus 22-én a magyarországi németek életének döntő pillanatait bemutató Nehéz csomag című előadással indítja el a 2022-23-as évadot. Heinrich Bodmer mester 1704-ben nyomott 1149 oldalas német-latin szótára díszíti a szekszárdi Vosinszky-Mor megyei múzeum folyosóját augusztusban, ugyanis ez a könyv a hónap műtárgya. Átszimplícem, úzum, frisz, vagyis frátrisz, Michaelis Garcia 1734, tehát magyarán Michaelis Garcia barát egyszerű, vagyis mindennapos használatára, tehát innen tudjuk, hogy ugye ezt a szótárt ténylegesen a szerzetesek is használták. Európában a szótárak széleskörű elterjedés az a 16. században a könyvnyomtatás időszakában kezdődött meg. Ambrogio Calepino olasz szerzetes latin szótára ekkor jelent meg. Ez egy 11 nyelvűre bővített szótár volt, melyben a magyar nyelv is már megjelent. Az első magyar nyelvű nyomtatott szótárat, Pesti Gábor 6 nyelvet feldolgozó fogalomköri szótárát, pedig 1538-ban Bécsben adták ki. Johannes Frisius egy svájci matematikus, orvos, református teológus volt. Az ő kötetét tettük ki most a hónap műtárgyának, ez egy latin-német szótár. 1704-ben a mai Zürich területén adták ki, Heinrich Bodmer nyomdájában. Tulajdonképpen ez egy nagyon jó állapotban megmaradt szótár, hiszen egy kemény táblás bőrkötésben, csatokkal az oldalán ugyanígy megmaradt, ugye már nyomtatott könyvlapokat tartalmaz. Hogyha tartalmát nézzük, akkor ez egy latin-német és egy német-latin szótár részt tartalmaz. A német rész az gót betűs volt, és érdekesség, hogy a kettőt egybe kötötték. Az első kiadása 1556-ban volt, ez pedig egy felújított újranyomása volt. Kívülről is úgy látjuk, egy nagyon jó állapotú szótárról van szó, egy bordázott gerincű, kemény táblás bőrkötésben található, ez is ugye mintás, és itt a csatok megmaradtak rajta egy kis bőrszíjon. Ez egy egyszerű csat, valószínűleg nem az eredeti csat, ez már ki lett cserélve, viszont az is már elég régen lehetett kicserélve, de nagyon jó állapotú, ezt most is be lehet kapcsolni egyébként.
A kötetnek az érdekessége, hogy a kézzel írott bejegyzésekben már találunk utalásokat a dunaföldvári származásra is. Hogyha megnézzük, akkor több possessori, tehát birtokosi bejegyzés is van benne, természetesen ezek latinul, illetve több utalás arra, hogy a dunaföldvári ferences rendház könyvtárából származik a kötet az 1700-as évekből. Maga a tartalma már mindjárt a címlapon megjelenik, ugye itt is már utalások vannak arra, hogy ugye egy latin-német és egy német-latin kétnyelvű szótárról van szó. Az első fele ez egy kicsit terjedelmesebb, tehát eléggé aszimmetrikus az egész szótár. Ennek valószínűleg az lehetett az oka, hogy a német szavakat ebben az időben még kevésbé leltározták, és kevésbé vették ABC sorrendben, valószínűleg a latin szavakat már igen. A kötet elején ajánlások is vannak, az olvasó köszöntése, első Lipó császárnak a köszöntése, érdekes, hogy egy római naptár is belekerült, illetve a végén különböző kiegészítések, magyarázatok, a különböző tudományterületekhez kapcsolódó szakifejezések, függelékek találhatóak benne. ...1952-ben letározták be. 1700-ban telepedtek meg a bosnyák származású ferences szerzetesek Dunaföldváron, és 1737-ben alapították a plébániájukat és a kolostorukat, ami konventté is alakult. Egészen az 1858-as tűzvészig itt is éltek. Ebben az épületben ma a gimnázium és a plébánia működik. Az egyetlen, ami megmaradt, ez a kis könyvtárhelység, annak az eredeti könyvespolcai és maga a festés a termeken. Az 1920-as, 30-as évek kávéházi hangulatához hozzátartozott a zene. Cigányzenészek sokasága muzsikált a szerelemről, az élet nehézségeiről. Ma már a kávéházakban, ha szól is a zene, valamelyik rádióadó muzsikál. De Farkas Róbert gondolt egy merészet, és Dédapáink slágereit újra színpadra vitte a Budapest Bár feldolgozásában. Velük énekelhetett a tolnai közönség a Bárka Fesztiválon. És ezen a rém szomorú alapon bukom elén az edény, ez a rém, noha még tagadom. A Budapest Bád egy érdekes zenei vállalkozásba fogott, amikor 2007-ben Farkas Róbert a zenekarok közé gyűjtötte a magyar rockzene kultikus alakjait. Eredetileg egyetlen lemezre összeállt alkalmi csapat volt, de a siker akkor lett, hogy azóta megtelnek rájuk a színházak termei, és sok ezen énekelnek együtt a zenekarral fesztiválokon, rendezvényeken egyaránt. Filmslágereket, kuplékat, táncdalokat és egyéb híres dalokat dolgoznak fel, hangszerelt cigányzene kíséretében, újra hangolva a sokak által ismert dallamokat, vagy akár rég elfeledett kincsekre bukkanva. Ezt a fajta hangulatot akarták megidézni, mely a 20-as, 30-as évek kávéházait jellemezte, vagy amely dalokat a filmvászonról énekelt Karádi, Sárdi vagy Latavár. Farkas Róbert nem is tagadja, van egyfajta küldetése arra, hogy ezt a műfajt tovább éltesse. Inkább a szeretet, ami arra ösztönzött, hogy nagyon szeretem ezeket a dalokat, hogy ebben foglalkozzak, de most már látom a jótékony hatásait is, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy egyre jobban így az éjszakai életben kerülnek ezek a dalok, olyan szórakozóak, ahol nem nagyon, de azért lehet látni, hogy élő zenék azért jönnek vissza ilyen szórakozó helyekre, és ezek a dalok mindenhol, ha éjszakai életben is megtalálhatóak, hisz ezek régi pesti dalok, olyan dalok, ami a szerelemről szól,
akkor a különböző érzelmekről, amik azt gondolom, hogy nagyon fontosak, hisz mindenfajta lelki állapothoz megvannak a kellő dalok. Kis Tibi, Mezőmisi, Lovasi, Tóth Veda, csak néhány név, akik szívesen csatlakoztak az évek során a kísérlethez. Farkas Robert azt mondja, ma visszatekintve merész vállalkozás volt a rockzenészeket bevonni. Egy kicsit bátor volt, de én azt gondolom, hogy ha lépünk, akkor miért ne lépünk nagyot. És hát ez most már 15 éve, ez most már nagyon szépen működik, úgyhogy én örülök neki, hogy annak idején egy nagyot léptünk. Volt már ilyen többször, hogy ezt a dalt, vagy azt a dalt nagyon szívesen énekelnem, van ilyen, és én ennek nagyon örülök. Ami szerintem nagy újítás volt annak idején, hogy saját dalok is bekerülnek a repertoárba, ami azért fontos, mert sokkal jobban lehet egy kultúrát úgy életbe tartani, hogyha mindig vannak naprakész dolgok, és nagyon sok énekes most már írt, és írni is fog a Budapest Bárba dalokat. Ugye a 20.000 éjszakás kaland, ami nagyon nagy sláger lett, de most már egyre több dal van, és hogyha mindig albumot készítünk, akkor már természetesen új dalok is vannak, és lesznek is rajta. Az már persze a jövő zenéje, hogy visszatér-e a hangulat, vagy felmerül-e újra az igény arra, hogy a kávé mellé a baráti beszélgetések aláfestőjeként az élő zene visszatérjen a vendéglátóhelyekre. Szerintem ez a hajó elment, de nem tudom milyen formában vagy hogy lesz. Lehet, hogy marad ugyanez a koncertező forma, hogyha az ember zenét akar hallgatni, akkor nem helyhez kötöttem megy valahova, szórakozó helyre, vagy vacsorás helyre, hanem kimondottan koncertre jár. Én azért bízom benne, hogy van, amennyire ez fog változni, így a százalékok azért egy picit változnak, de régen, annak 20-30-as években 600 kávéház volt csak Budapesten, és a több mint felébe volt élő zene. Ugye most már nem mondhatjuk el, hogy kávéházi szinte 300 helyen Budapesten élő zene lenne, mert egy-két kezünkön meg tudjuk számolni. Sokkal inkább lettek olyan szórakozó helyek, ahol minden nap vannak koncertek. Akár nyáron ilyen a park, meg egy-két hely, ahol egész szezonban is jó időben napról napra lehet koncertekre járni. Szerintem ez se rossz alternatíva, de hogy az élő zene van, annak csak örülünk nagyon.
Elkészült a színházi évad tervezete a Babits Mihály Kulturális Központban. Az eddigieknek megfelelően két felnőtt bérlet sorozat mellett pódium előadásokat és gyermeksorozatot is hirdetnek az évadra. A bérletek árusítása a napokban veszi kezdetét, és az áruk nem sokkal lesz magasabb, mint az elmúlt esztendőben. Sokféle műfaj és stílus keveredik majd az év folyamán a Babits színpadán a látogatók örömére. Mert hogy az a tapasztalat, hogy a színház látogatók azt a megoldást preferálják, hogy ne tematikus bérleteket állítsanak össze a szervezők, hanem sokféle műfajt láthassanak az adott évadban, mondta Berlinger Attila igazgató. Ez egy nagyon jól bevált és kipróbált rendszer, amit a színházi előadásoknál és a bérlet sorozatoknál már évekkel ezelőtt a Kulturális Központ összeállított. Ami most is talán a leglényegesebb információ, hogy mind a Múzsa, illetve mind az Orfeum bérletünk 4-4 előadással fog indulni. Nagyon sok a hagyományosan visszatérő bérletesünk nagy örömünkre, éppen ezért már hirdettük is, hogy augusztus utolsó két hetében elsősorban a korábban bérlettel rendelkezőket várjuk szeretettel a jegypénztárba. Ők meg tudják újítani ugyanazokra a helyekre, amelyekre hosszú évek óta már helyet foglaltak, ismételten ezeket a bérleteket, és szeptember 1-től válik majd lehetőség a város és a környék lakosságának arra, hogy az új bérletesek is becsatlakozhassanak. És hát az is a rendszer része természetesen, hogy nem csak bérlettel lehet részt venni, hanem az adott előadások előtt, amennyiben még szabadon álló helyek vannak, úgy értelemszerűen akár aznap is, még utolsó pillanatban is be lehet térni egy-egy kiváló előadás megtekinteni. Volt a korábbi években egy-egy alkalommal egy újabb kísérlet, egy újabb próbálkozás, hogy tematikus bérletek legyenek-e, külön vegyük-e esetleg a komolyabb darabokat, válasszuk-e szét a könnyűbb daraboktól, de a közönség igénye egyértelműen az volt, hogy ne így alkossuk, ne így állítsuk össze a programot, hanem inkább mindegyik jellegű műsorsorozatban, bérletsorozatban legyenek tényleg könnyebben emészthető darabok, klasszikusokból is válogattunk nagyon sokat. Az éves terv elkészült, és vannak már előadások is, melyek pontos dátummal bírnak. Minden bérleti előadásban 4 darabbal készül a Babits Kulturális Központ. Egy-két előadásra már most felhívnám a figyelmet, ugyanis a bérletsorozatban és a színházi műsorfüzetünkben most megjelent programoknak már van fix időpontja. Nem minden előadásnak értelemszerűen, de az októberi előadásokat már meghirdettük. Úgyhogy nagy szeretettel várjuk majd a közönséget, például Charlie Chaplin Nagyvárosi Fények című előadására, ugye a világhírű színész és komikus életművének állít ez igazából egy emléket, a Játékszín Budapest kiváló szereposztásában megvalósuló produkció, illetve egy nagyon népszerű előadás az egész országban, az Anyatigrisek, a Lilium Színház produkciója, ez a Múzsa bérletnek az egyik előadása lesz, ezeknek már van októberre fix időpontja. Nem csak a két állandó bérletsorozatunk van, a Múzsa és az Orfeum, hanem vannak pódium előadásaink is, illetve olyan szabad előadások, amelyek ugye teljesen más műfaj, stand-up comedy-től kezdve egészen könnyű darabokig, ismeretterjesztő előadásokig terjednek. Én azt gondolom, hogy a most megjelenő színházi műsorfüzet méltó és nagyon színvonalas produkciókat fog kínálni. Mindenki megtalálja ebben akár a klasszikusok, akár a könnyebb darabokra vágyó közönség közül azokat az előadásokat, amelyek tetszenek nekik. A jövő színház látogató közönségét idejében el kell kezdeni felnevelni. Ennek érdekében készült egy gyerekbérlet is, melyben idén klasszikus mesék feldolgozásait láthatják a kicsik. A gyerek előadásoknál nagy örömmel hirdetjük a Mici Mackót, a Hattyúk Tavát, a Kis Hableányt és a Diótörőt. Ez mind olyan mese, amely, aki Disney nőtt fel, ő is ismeri, de hát a zeneirodalom és a világirodalomnak is kiváló produkcióiról van szó. Szóval mindez ugye gyermekek számára fogyasztható formában. A bérletek áraidról Berlinger Attila azt mondta, csak minimális emeléssel számoltak. Az árképzésünk sokban nem változott. Egy minimális kisebb arányú emelés természetesen mi is a megváltozott gazdasági helyzet miatt kénytelenek vagyunk bevezetni, hiszen az előadások árai is igen nagy mértékben megnőttek. Mi próbáljuk továbbra is a itt élő lakosságnak a pénztárcája az igazítani, tehát nem lesznek ilyen bődületes áremelések. Az a kötelező költség, ami viszont erre rárakódik, technika is azért egyre inkább igényli azt, hogy komolyabb összegeket fordítsunk rá, ahhoz, hogy megfelelő színvonalú előadások legyenek. Tehát én azt gondolom, hogy
4-5 olyan előadásért, amiért az emberek esetleg tudnak válogatni ebben a sorozatban, mindenféleképpen arányos és nem budapesti árakat találhatnak majd nálunk. Az első előadásra a gyerekeket vágják a Babits Mihály Kulturális Központban, a Hattyúk tava előadással indul a bérleti szezon. Míg a felnőtt bérleti sorozat másnap október 6-án a Múzsa bérlet keretein belül az Anya Tigris című darabbal veszi kezdetét. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!